szerződést írtam alá az új csapatomhoz, a Gran Canaria Grupo Dunashoz. Hát ez végül is olyan szerződés, hogy évente meg, tehát felmondhatom én is, és a csapat is, ez attól függ, hogy bírom, főleg egészségileg természetesen, ezért is ilyen opciós a szerződés, de hát én azt tervezem, hogy szeretnék azért legalább még 2 évet játszani, hogyha az egészségem is úgy bírja, és hát minden jobban szerepelni természetesen, hiszen a csapat tavaly 5. lett a bajnokságban, sokkal kisebb költségvetésű, mint az előző csapataim voltak, és a spanyol élvonalhoz képest ugye itt a Barcelona, Real Madrid, Tau, Ceramica, Valenciát gondolom, viszont minden évben előre lépegetnek egy-egy helyzetet, és most is ez a cél, hogy velem, és hát persze más csapattársakkal megerősödve, új játékosokkal megpróbálnak minél jobban szerepelni. Tavalyi megbeszélés volt már, hogy tavaly az utolsó lehetőségem szerintem nekem, hogy olyan teljesítményt tudjak nyújtani a válogatottba is, ami mondjuk én magamtól elvárok, és ezért úgy gondoltam, hogy jöjjenek azok a srácok, akik ugye nálam fiatalabbak, vannak bőven szerencsé azon a poszton, amelyiken én vagyok, olyan játékosok, akik tudnak engem pótolni, úgyhogy ezzel semmi probléma nem volt se a kapitánynak, se a szövetségnek. Én bízom benne, hogy ezek az edző, vagy ezek az első felkészülési mérkőzések, hogy döcögősek, ez nem jelent semmit, hiszen még van idő, két hét azt hiszem az első hivatalos mérkőzésig. Szerintem jó esély van a csapatnak arra, hogy kijusson most Spanyolországba, lesz jövő egyébként az Európa-bajnokság. Jó lenne, hogyha sikerülne nagyon fogjuk kolni.